A koronavírus járvány miatt zárva van a Györffy István Nagykun Múzeum, de mint dr. Nagy Molnár Miklós igazgatótól megtudtuk, ez az idő alkalmas a háttérmunkák elvégzésére. A kényszerű zárvatartás alatt rendbe teszik a belső raktárukat, ahová először érkeznek az új tárgyak, mielőtt a külső raktárba viszik. De mindig, hogyha bejön egy tárgy a múzeumba, akkor azt a raktárba helyezzük el, és ez egy ilyen előkészítő raktár, mielőtt még rátároznánk, illetve kivinnénk a külső raktárunkba, akkor itt van elhelyezve. És bizony-bizony felgyülemlett itt néhány tárgy, felgyülemlett egy kis, tehát rendet kellett tennünk, úgymond a kiállításban, illetve az időt, vagy a raktárunkba. És most ugyan, hogy be vagyunk zárva a látogatók előtt, ugye, tehát látogatóik nem jöhetnek be a múzeumba, ettől függetlenül dolgozunk, tehát minden múzeum erre használja föl, maga körül rendet tesz, úgymond, raktári rend, illetve leltározás folyik. Szétválogatták a tárgyakat, külön helyre helyezték a textileket, kisbundákat és a rossz állapotban lévőket, amit befújtak moírtóval. Ebben a raktárban, ahogy lehet látni, elválogattuk, vagy szétválogattuk külön a tárgyainkat. Ugye ebben a nagy szekrénybe helyeztük el a textiljeinket. A textilek, hogyha oda megyünk majd hozzá meg közelebbről, állnak ugye kunhímzékségből és egyéb viseleti darabokból, nagyon kevés viseleti darabból. Mindegyik szekrényre föl van írva, hogy mi van mindenünk ajtón, hogy minden fiókban, hogy milyen tárgyunk van bent. Megpróbáljuk úgy elhelyezni, hogy az elő van írva, tehát megfelelő hőmérséklet, illetve moírtót is elhelyeztünk körötte. Ezen a részen, hogyha ide fordulunk, akkor lehet látni, hogy alul van egy kis, van néhány textilünk, ami elég rossz állapotban van, ezért vannak ezek be nejlonozva, mert be vannak moírtóval fújva, és ugye egy két hétig általában így szoktuk hagyni, utána majd kibontjuk, és meglátjuk, hogy kell-e további kezelés, vagy nem kell-e további kezelés. Pont emiatt van az, hogy a mögöttünk látható fogason pedig az összes kisbundánk ugyanilyen törődést kapott. Tehát mindegyikre ráhúztunk egy nejlont, mindegyik be van fújva moírtóval. Egy 2-3 hétig kell a moírtónak rajta lenni, azért, hogy ugye megmaradjon. Van olyan, amelyik restaurált kisbundánk, és pont azt meg akarjuk őrizni. A többi sajnos eléggé kopott állapotban van. Az üres polcra a kántor és tanítványai vándorkiállítás anyagát teszik fel. A Rónai Malomban lévő külső raktáruk is hamarosan máshová költözik. Ehhez pályázaton nyertek pénztáruló polcokra. Az üres polcokra pedig majd föltesszük azt a kerámia anyagot, amely egy időszaki kiállítás, vándorkiállításunknak a törzsanyaga, hiszen Esztergomba pár évvel ezelőtt már bemutattuk a Kántor és Tanítványai című kiállításunkat. Ez az anyag ugye eddig dobozban volt, és most ki fogjuk pakolni szépen a polcokra. Na most ehhez ugye itt rendet kellett tennünk, tehát volt sok felesleges dolog, amit ki kellett hajítanunk, ki kellett dobnunk, és ugye elhelyeztük a technikai eszközeinket, amik egy kiállítás rendezéshez szükségesek. A célunk ez, hogy ezt a kiállítást, ugye a kerámiát, azt ugye mondtam, hogy vidékre tudjuk vinni. Itt ebben a raktárban lévő tárgyainkat azért is tesszük itt rendbe, hogy ennek hatására, vagy ehhez hasonlóan fogjuk az új raktár helyiségünket is megcsinálni, hiszen ugye a Rónai Malomban lévő raktárból költöznünk kell, záros határidőn belül, tehát tulajdonképpen ezzel az itteni belső raktár rendezésével előkészülünk már a külső raktárnak a kialakítására, a szabályszerű kialakításra, amihez sikeres pályázaton nyertünk pénzt, tehát a Dexions alagú polcokkal és egyéb technikai berendezésekkel el tudjuk látni a raktárunkat. A raktárok rendezése után dr. Nagy Molnár Miklós bízik abban, hogy egyszer a nagyközönség számára láthatóak lesznek az ott elhelyezett tárgyak is.